A Máltai Szeretetszolgálat testvérszervezetével, a Johannita Segítő Szolgálattal karöltve az elmúlt nehéz időszakban már meg annyiszor támogatta mind a vidékünkre érkező áttelepülteket ellátó intézmények, mind pedig a helyi oktatási és szociális ellátóközpontok munkáját. Ezúttal a két említett segélyszervezet az Ungvári Dajka Gábor Líceumba szállított iskolapadokat, valamint hozzájuk tartozó székeket, illetve fertőtlenítőszereket, amelyeket egy németországi felajánlásnak köszönhetően juttattak el Kárpátaljára. Amikor elkezdtük az egész akciót, akkor én csak arról tudtam, hogy Técső. És hogy oda van igény, majdnem, hogy 3 kamionnyival gondolkoztunk. Közben kiderült, hogy Técső az csak egy kicsi része ennek az igénynek, mert egész Kárpátalja szerte az állami iskolákban nagyon nehéz a támogatás az állami részről, mert most minden pénz a háborúra megy el, nem igazán tudják a fejlesztéseket finanszírozni, és ez érthető állami részről. És ahogy járunk Técső, Jánosi és az összes többi hely, ahol eddig kivittük, hát kiderült, hogy kevés, sokkal több az igény, mint amennyi kellene. Tehát tudom, hogy munkásról is van igény, és az a baj, hogy most egy kicsit megpróbáljuk majd meglovalni, hogy jöjjön még utánpótlás, hogyha Németországban hasonló leépítés lesz, mert nagyon fontos, hogy az itt maradt embereknek az életminősége javítsunk, ami állami szinten nem megoldható, teljesen érthető okokból kifolyólag. És azért fontos az, hogy most gyakorlatilag Técsőtől Ungvári, Kárpátalja két majdnem, hogy szélső helyére jutottak el ezek az adományok, hogy nem csak egy helyre koncentrálunk, hanem próbálunk minél szélesebb körbe ezekkel az adományokkal eljutni. És mindez az adomány, hogyha nincs ez az összefogás, ami a Johannita, a Máltai és a Bőzeláger Alapítványnak egy rendkívül fontos szerepe van, amelyik azokat a költségeket segíti nekünk, hogy el tudjuk juttatni az árut A-ból B-be. A padok, mint eszközök, fogyóárunak számítanak a tanintézményekben, ezért is fontos, hogy legyen utánpótlás. Nagyon szépen köszönöm először is az adományt. A pad az, akárhogy is nézzük, fogyóáru cikk egy iskolában, tehát van szavatosság ideje, és a gyerekek azt szokták használni, úgyhogy a padra mindig szükségünk van, és nagyon örülünk, hogy ezek ilyen jó minőségű fémpadok, úgyhogy gondolom, hogy valamelyik szaktantermünk, mint fizika-kémia, fog kerülni, ahol még nagyobb használatnak vannak kitéve. A Johannita Lovagrend és az égisze alatt működő segítőszolgálat szinte folyamatosan szállít segélyszállítmányokat Kárpátaljára. Pontosan azért fontos, hogy megismerjük a helyi igényeket. Nem mindenhol iskolapadra van szükség, bár eddig mindenhol örültek neki. Az iskolapad akció Técsőről indult, a Técsői Református Líceum kereste meg a Máltai Lovagrendet a segítségkérésükkel, de hát ha már beindult a gépezet, akkor nem egy kis busznyi, hanem egy kamionnyi padot sikerült szerezni. Ezeket most több helyre elhoztuk Kárpátaljára. Ahol vagyunk, ott felmérjük az igényeket, és megpróbáljuk a jövőben lehetőség szerint őket kielégíteni, hol butorra, hol tanszerre van szükség. Nem ígérjük, hogy mindenkinek tudunk segíteni, de ami a mi erőnkből kitelik, azt megtesszük. Az Ungvári Tanintézménybe a Kárpátaljai Határmenti Önkormányzatok Társulásának közreműködésével érkeztek a felajánlások. Az utóbbi másfél év alatt sikerült praktikus és azt mondom, hogy inkább gyümölcsöző és eredményeket hozó kapcsolatrendszert kiépíteni több jótékonysági szervezettel. Kiemelném itt a Máltai Lovagrendet és most jelen esetben a Johannita Lovagrendet, ugyanis megragadva azt a lehetőséget, hogy van lehetőségük segíteni, közvetítő szerepet vállaltunk abban, hogy a mostani lehetőségeik szerint az Ungvári Dajka Gábor magyar tannyelvű liceum számára tudtunk átadni iskolapadokat. Mindenféleképpen fontos az, hogy ezekkel a szervezetekkel együttműködjünk, és nem csak az önkormányzati vonalon tudjunk segíteni, hanem egyéni kéréseknek is eleget tudjunk tenni. Össze tudjuk hozni azt a két vonalat, aki tud segíteni, és azt, ahol szükség van a segítségre. Terveink szerint ez az együttműködésünk nem ennyiben fog
megmaradni, hanem tovább fogjuk tudni fejleszteni. Már több olyan programon dolgozunk, aminek a keretein belül szeretnénk esetleg iskoláknak az étkezdei blokkjait felújítani, vagy pedig gyerek játszótereket létesíteni a magyar tannyelvű oktatási intézményekben. Nem csak Kárpátalján, és itt pontosan itt Kárpátalján, de ami még mindenféleképpen fontos itt az ungvári helyzet, hogy Ungváron a magyarság már szórványban van, és kiemelkedően fontos az, hogy tudjuk támogatni az ilyen oktatási intézményeket, akik ilyen körülmények között a többségi nemzet által jóval kisebbségben lévő, helyzetben lévő oktatási intézményeket támogassuk. A tervek szerint az említett szervezetek a közeljövőben a Nevetlen falui líceumba is leszállítják a már korábban odaígért korszerű padokat és székeket.